Az idei nyári olimpiai játékokat számtalan kulturális, gazdasági, nemzetközi ifjúsági program kíséri egész Franciaországban. Longu is pályázati támogatásból valósította meg azt az ifjúsági programot, amely során a francia település lengyel, bolgár, német és magyarországi, vagyis karcagi testvér településének fiataljai találkozhattak egymással. Fiatalok vesznek részt egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően, amelyet a Longói Testvérvárosi Bizottság nyert el és szervezett meg. Tehát ennek kapcsán érkeztek karcagi fiatalok, főiskolások egy olyan programra, ahol négy nemzet település fiataljai vesznek részt, mind Longó testvérvárosa, így egy bolgár település, Ivájlovgrád, egy lengyel település, Nalecsó és egy német, Dortmund fiataljaival közösen egy olyan programon vesznek részt, amely kapcsolódik a 2024-es Párizsban megrendezésre kerülő olimpiai játékokhoz. Különböző sportprogramokon keresztül ismerkednek meg egymással, ismerkednek meg egymás nemzeti kultúrájával, sportszokásaival, és alakítanak ki olyan kapcsolatokat, amelyek reméljük hosszú távra meghatározóak lesznek minden fiatal életében. Az első napon közösen megtekintettük a felújítás alatt álló Longói Városházát, hiszen ők is azon a szinten vannak, hogy különböző uniós pályázatok kapcsán az oktatási nevelési, illetve a hivatali épületeket fel tudják újítani. Bizony ráfér a Longói Városházára is, hiszen több száz éves épületről beszélünk, hogy megújításra kerüljön. Ezt követően pedig ragaszkodva ahhoz a program sorozathoz, ami miatt a fiatalok is itt vannak, megtekintettük Longó sport létesítményeit, amely nem csak a település sportját, hanem az amilyeni metropolnak a sportéletét is meghatározza, így a labdarúgás, a judó, illetve a torna sport az, amely kiemelkedik az itteni település sportéletéből. Egy nagyon szép programon vagyunk túl, voltunk túl ezen az első napon, és hát bízunk abban, hogy folytatódnak ezek a szép programok, elsősorban a fiatalok érdekében. Az Amiens agglomerációjához tartozó Longuban is a labdarúgás a legnépszerűbb sport. Ám Franciaországban a cselgáncsnak is komoly hagyományai, ennek megfelelően nagyon erős bázisa van. De a kistelepülésen a tornasport is komoly eredményeket ért és ér el évtizedek óta. A karcagi delegáció franciaországi látogatásának első napja ezen sportlétesítmények megtekintésével zárult.